Köszöntöm nézőinket, önök egészségügyi és életmód magazinunkat, a Medicinát látják. Az érsekcsaládi szabadidőparkban töltötték a tanév első napját a Tűr István gazdasági szakgimnázium diákjai. A sportnapon a kosár és a focipályán is vetélkedő folyt, de a kötélhúzást és az evezést is kipróbálhatták a tanulók. A pedagógusok a csapatépítés mellett fontosnak tartják azt, hogy a fiatalok tudatosan táplálkozzanak és rendszeresen mozogjanak. Hajrá, Tomi! Sportvetélkedőktől volt hangos a Dunavölgyi főcsatorna partja. Mintegy 600 tűrős tanuló gyalog tette meg Bajáról a 9 kilométeres távot, de több mint 100-an két keréken érkeztek a szabadidőparkba szeptember 4-én. Ők 15 kilométert tekertek a töltésen. Nagyon jó, kicsit elfáradtunk, mert ugye gyalog jöttünk az osztálya, de nagyon jó. Eddig minden évben volt már ilyen sportnapunk, de eddig lenne Szigetben, úgyhogy most ez újdonság, hogy ide jöttünk. A diákok több sportágban is kipróbálhatták magukat, a foci, a röplabda és a kosárpályán is folyamatosan játszottak a csapatok. Mások kötélhúzásban mérték össze erejüket, a bátrabbak pedig vízre szálltak a 4 fős kenukban. A mai diákok szívesen ülnek a komputerek mellett is, úgyhogy igen, noszogatni kell őket, de azt gondolom, hogy a középiskolás korosztálytól az, hogy havonta meg tudunk mozgatni egy szombati napra 50-90 fő közötti létszámot, az épített és a természeti környezetbe ki tudjuk vinni őket, túrázunk, biciklizünk, kenuzunk, íjászkodunk, sárkányhajózunk. Igen, sportosok a tűrős diákok. A kosár az nekem jobban kézre áll, mint a foci vagy a röplabda, szóval inkább a kosár. Sportoltam, egy 8 évet kosaraztam. A diákok a zenei aláfestésről saját maguk gondoskodtak. Nagyon jól érezzük magunkat, itt vagyunk körülbelül 9 óra óta. 8 órakor indult az iskolából a menet, mi meg 9-re értünk le a hangtechnikával. A tűrben nagyon jó az, hogy a diákok csinálják a hangtechnikát, és ez egy csomó minden alól mentesíti a stúdiósokat. Először azt tetszett, hogy nem kellett bejárjak órákra, meg rendezvényeken, nekem nem kellett a nagy tömegbe részt venni, és utána teljesen megszerettem, és most hát én lettem végül a stúdió vezetője. A nap folyamán a szűrővizsgálatoknak is sokan alávetették magukat. Az asztaloknál vérnyomás és vércukormérés, valamint testzsírtömegszámolás zajlott. A testzsírtömegmérés az nagyon fontosnak éreztük, hogy ezt is elvégeztessük, hiszen látható, hogy a gyerekeknek a jelentős része az egy kicsit úgymond telt karcsú, és hát szeretnénk felhívni a figyelmét, mindjárt a kezébe is adjuk az értékeket, és amire felírjuk azt, hogy milyen vizsgálatokat végeztünk, és saját maguk készítik el egyébként az ételüket, amit otthonról hoztak, és utána ezt a zsűri értékeli. Ez arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogyha a gyerek saját maga készíti el otthon az uzsonnáját, hogy azt hogyan állítja össze, és mi az, amit ki kell majd belőle hagyni. És erre szeretnénk felhívni a figyelmét is. Nagyon örültem ennek a felkérésnek, hogy a haltanárnő megkeresett, hogy szeretné, hogyha ezen a programon részt vennénk, illetve hát támogatnánk ezt a programot. Az Egészséges Baja Városi Közalapítvány minden ilyen programot szívesen támogat, szívesen veszünk részt ezeken, és hát ugyanakkor a gyerekek jól is érzik magukat. Elbeszélgetünk velük ilyenkor, amikor odaülnek az asztalhoz, megkérdezzük tőlük, hogy mit reggeliztek, vagy reggeliztek-e. Ha nem, akkor arra is felhívjuk a figyelmet, hogy mennyire fontos, hogy reggel egyenek. Egyrészt a koncentráció képesség szempontjából sem mindegy, hogy éhesen ül-e be a padba, vagy nem. Úgyhogy elmondhatjuk azt, hogy egy komplex vizsgálatot végzünk a mai napon. Tervezzük azt, hogy az év folyamán még egy alkalommal meg tudjuk ezt ismételni, és akkor összehasonlítási alapjuk lesz, hogy vajon hogy sikerült a tanácsadásunk.
A diákok kíváncsian várták az eredményeket. Megmérték a zsírtömeg százalékomat, és életemben először valamit kiírt ahelyett, hogy error, mert eddig minden évben azt írta ki, hogy error, és most valami kis összeget kiírt. Egyébként szoktál lenni otthon? Tehát, hogy... Nagyon sokat eszek, de nem látszik meg rajtam, sajnos. De egyébként nagyon szeretnék hízni. Tanácsoltak valamit egyébként, hogy mit kéne, hogy kéne enni? Igen, azt mondták, egyek zsíros kenyere. Vérnyomást, meg vércukorszintet, ebben biztos vagyok. A másik aztán még nem voltam. És mit mondtak, minden rendben? Hát kicsit magas a pulzusom, de majd lemegy. A Bajai Közalapítvány munkatársai szerint a középiskolások többsége rendszeresen sportol, de az étkezésre nem fordítanak nagy figyelmet. Legtöbbször az van, hogy beszalad és vesz valami édességet a gyerek, és gyakorlatilag azzal van délig. Hát mi elmondjuk azt, hogy ha zsemlét vásárol, akkor az milyen legyen. Most már van korpás, magvas zsemle. Mi az, amit közé tud tenni? Legyen benne zöldség is, ugye paprika, esetleg paradicsom, hogyha otthon elkészíti, vagy saláta, uborka, tehát olyan sok mindennel lehet egy 10 órait dúsítani, amire elmondhatjuk azt, hogy egészséges. És az a gyakorlatilag nagyon jó el van egészen délig. Lehet, hogy egyszerűbb ez, hogyha csak egy édes lekváros táskát bedob a táskájába, de itt a 600 gyereknek, akik idejönnek, elmondjuk. Ez a merítési létszám megjelenik egyébként a szűrőprogramunkban is, nagyon sokan voltak már, és az igazgatóasszony felhívta a figyelmét a gyerekeknek, hogy jöjjenek és méressenek. Az egészségnapon az élelmiszerlánc felügyeletért felelős államtitkár zsűrizte a reform étkeket. Zsigó Róbert elmondta, a tudatos vásárlást minél előbb érdemes megtanítani az iskolásoknak. Az nagyon fontos, hogy mindenki időben ismerje azt föl, hogy fontos az egészségével foglalkozni. Ugye van egy testvérvárosunk, annak a polgármestere mondta egyszer annak idején, hogy aki egészséges, annak 100 kívánsága van, aki beteg, annak csak egy. Nagy igazság van ebben. A szakemberek teljesen joggal azt mondják, hogy az egészség megőrzésében, vagy a betegségek megelőzésében az egyik legfontosabb az egyrészt a rendszeres testmozgás, másrészt pedig az, hogy próbáljunk egészségesen táplálkozni. Valóban a kormány elfogadott egy 20 pontos akciótervet, amelynek a keretében többek között az élelmiszerek minőség emelése mellett a vásárlói tudatosság erősítése, és itt fontos szerepet szánunk a gyerekeknek, mert hogy mindenki tudja, hogy a saját gyerekén is, hogy mekkora befolyása van neki mondjuk arra, hogy mit vásárolunk, és a fiataloknak, hogy akkor mondjuk, amikor boltba mennek, akkor tudják, hogy mit kell nézni az élelmiszereken, hogy mit érdemes megvásárolni. Másrészt, hogy megismertessük mindenkivel azt például itt a térségben, hogy a Baján, illetve a környéken lévő termelők, gazdák termékeit, azt érdemes megvásárolni mondjuk a Bajai piacon szombatonként vagy szerdáként, mert abból is lehet, helyi termékekből is lehet egészséges ételt főzni. Az egészséges falatokat az osztályok saját maguk készítették, a bányai is vendégek pedig zöldségekből faragtak ennivaló szobrokat. A Pilates fitness módszert a német Joseph Pilates alapította a 20. század elején. 2010-ben már 11 millió gyakorlója és 14 ezer oktatója volt csak az Egyesült Államokban. Egy olyan komplex mozgásformáról van szó, amely ötvözi a nyugati világ anatómiai ismereteit a keleti mozgáskultúra eszközeivel. Nemtől és kortól függetlenül mindenkinek ajánlják. Tulajdonképpen, amikor azt mondjuk, hogy Pilates, akkor mire is kéne gondolnunk? A Pilates egy egész testet átmozgató tréning, amely fejleszti a mozgáskoordinációt, az egyensúlyérzéket, illetve az izületi mozgékonyságot, mialatt a hosszú távú gyakorlással viszont feszes szálkás izomzatot formál, mialatt nyújtja azt. Mi az, amiben ez eltér a többi mozgásformától? A módszer lényege, illetve a technikája az erőközpont erősítése, a has, hát, farizom, comb erősítése, a gerinc mozgékonyságának fejlesztésével, és az izomerő, illetve a testtudat fejlesztése, amivel más, mint a többi sport.
Sokan lehet, hogy keverik mondjuk a jógával. Vannak olyan gyakorlatok, ami mondjuk mind a kettőben van, vagy hogyan lehetne akkor, mivel lehet őket elválasztani? Található benne jóga elemek. A jóga az egy életforma, egy filozófia, indiai eredetű. Ennek a vetülete, a kapcsolata egy jól felépített mozgásrendszerben. A pilates pedig inkább a test, az izmok, az ízületek, a gerinc egészségessé tétele, illetve megtartására fekteti a hangsúlyt, ami egyébként anatómiai alapokra építkezett. Az 1880-as években született Joseph Hubertus Pilatesről, egy német származású férfiról kapta a nevét, aki nagyon beteges gyerekként született, asztmában, ízületi lázban és angolkorban szenvedett, éppen ezért elég korán a sportnak és az egészségnek szentelte az életét, saját magán fejlesztette ki a módszert, amit eredetileg Control Gym-nak nevezett, talán azért, mert a legfontosabb az alapelvek közül a kontroll tartotta. A gyakorlatok alatt végig összpontosítva, nagy koncentrációval végezzük a gyakorlatot a helyes testtartás által. Kontrollnak nevezzük, azért is fontos, mert fékezzük a mozdulatokat, tehát egy felemelt kart nem leejtjük, hanem tudatos izommunkával leengedjük, aminek ennek az izommunkának ilyen erősítő, izomerősítő hatása is van. Az ilyen fajta izomműködés pedig erősíti és rugalmassá teszi az izmot. Ebből is látszik, hogy nem célunk a feleslegesen megnövelt izomtömeg. Ahhoz, hogy fékezve végezzük a mozdulatokat, bevonunk olyan izomcsoportokat, ilyen kisebb, segítő, úgynevezett szinergista izmokat, amiknek a megfelelő összehangolt működtetésével mozgáskoordinációt javítjuk. És közben eszembe jutott az is, hogy ugye egészséges életmód, nagyon sokan szeretnének életmódot változtatni, és hát főleg a hölgyeknél, de azért a férfiaknál is rögtön fölmerül ugye, hogy fogyni szeretnék. Na most a pilates ebben tud-e segíteni, hogy akkor ugye legyen szép izmunk, de akkor a zsírt tüntessük el? Ezt mindig szoktam mondani, az első az étrend, utána jön a mozgás. A pilatesszel ugye először is a testtartás javításával foglalkozunk, belülről építjük fel a szervezetet kifele, tehát ami a legutolsó fog megtörténni, az ha rendszeresen végezzük a gyakorlatot, mondjuk heti 2-3 alkalommal, akkor jelentkezni fog ez az alakformáló hatása is, ami szépen nem eltünteti, hanem átformálja a külsőnket. A pilateszt ma már sokan és sokféleképpen tartják és tanítják. A mozgásforma egyik híres képviselője Michael King, aki a tánc kapcsán ismerkedett meg a pilatesszel. A róla elnevezett iskola a folyamatos fejlődés híve, vagyis az oktatók az alapok mellett a mindenkori civilizációs betegségekre és problémákra igyekeznek gyógyírt adni az órákon. Te miért döntöttél úgy, hogy szeretnéd ezt elvégezni és ezzel foglalkozni? Mindenféle sportot próbáltam már én is, és mindig azt éreztem, hogy túlterhelem magam, illetve folyamatosan lesérültem, és így jött ez, hogy pilatesszel ezeket lehet elkerülni, illetve a mély izmokat erősítjük meg, ezáltal a sérülés veszélye csökken. Az óra az úgy épül fel, hogy bemelegítéssel kezdjük, a gyakorlatokkal folytatjuk, folyamatosan erősítünk és nyújtunk, és nyújtással zárjuk az órát. 4 szintje van, az első szint a rávezető gyakorlatok,
Itt megismerkedünk a Pilates technikáival, illetve a formaságait próbáljuk megrögzíteni a testünkben. Megtanuljuk a medencebillentést, a váll helyzetét, megfelelő helyzetét, mit hogyan tartsunk. A következő szinten vannak a kezdő gyakorlatok, itt még nem összetettek a gyakorlatok. Egy izomcsoportra fókuszálunk. A következő szinten pedig a középhaladó, ami a haladóba való átvezetést jelenti. Itt már nagyobb hangsúlyt fektetünk az egyensúlyra, a támaszos gyakorlatokra. Egyre több testrészünk hagyja el a talajt, karláb együtt dolgozik. Majd jön a haladó szint, itt már ugye az alapelveket, az összes alapelvet ismerni kell, illetve erős központra van szükség, erős törzsizomzatra, és itt már rögzült a technika a testünkben. Az ilyen könnyű, az ilyen kis laza, elmegyünk kicsit, nyújtózkodunk, stb., de azért ez az elég kemény izommunka történik ilyenkor, ha jól tudom. Igen, amikor azt mondják, nálam is volt már ilyen, hogy ez könnyű volt, vagy nincs az a túlzott izomláz, ez azért történik meg, hogy könnyű, mert az alapelvek nincsenek betartva, például a központot nem tartja 50 percig, vagy a vállat nem stabilizálta megfelelően. A Pilatesnek nem célja a túlerőltetés és a túlzott izomláz okozása. A túlzott izomláz esetén ugye az izomrostok szakadnak, amik hegesen gyógyulnak. Tehát a Pilatesnek a fő célja a test egészségesebbé tétele. És ha már az egészségnél vagyunk, akkor ki az, akinek ajánlott a Pilates? A Pilates az bárkinek, bármilyen korba, kortól nemtől független ajánljuk, és bármilyen edzettségi szinten el lehet kezdeni. Ugye mindennapjainkban elég sok módszer közül lehet választani ilyen sportágak közül. Nagyon fontos az, hogy hosszú távon jót tegyünk a testünkkel, illetve hogy ne legyenek kóros tünetek még évekkel később sem. Ugye fiatal korban, 20 évesen még nem foglalkozunk azzal, hogy túlterheljük a szervezetünket. Ez mellett jön az ülő-álló munka, a görnyedés a számítógép felett, vagy az egyoldalú terhelés. Ezek mind az izom egyensúly felborulásához vezetnek a testünkben, és az izmok elgyengülnek, akkor nem tudják a feladatukat rendeltetésszerűen ellátni. Ahhoz, hogy az izmok megfelelően, vagy egy mozdulatot megfelelően tudjunk működtetni az izmokkal, ahhoz erős vázrendszer van szükség. Tehát fontos az, hogy nem felületes izmokat edzünk, hanem a vázrendszerünket tartó mély izmokat tartsuk rugalmasan és erősen. Közben az jutott eszembe, hogy aki mondjuk másfajta sportágat űz mellé, ez kiegészítő edzésnek is jó lehet akár? A Pilates az nagyon jó fősportként is, mert én azt gondolom, hogy mindennek az alapja, hiszen a pont a gerinstabilizáló izmok erősítése miatt. És ha nem szeretnénk lemondani nyilván a fősportunkról, amit nagyon szeretünk, egy foci, tenisz vagy egy aerobik óráról, akkor viszont nagyon jó kiegészítésként, hiszen jobb teljesítményt fog nyújtani az adott sportban is. Ugye azt mondtad, hogy mindenkinek ajánlott, aki egészséges, gyakorlatilag nemtől kortól függetlenül. Vannak egyébként olyan egészségügyi problémák, amiken kifejezetten segítenek a gyakorlatok? Rehabilitáció célján is, tehát nagyon kitűnő, gyógytorna után nyilván, hogy olyan problémák vannak a gerincünkkel, vagy bármi mással. Pont azért, mivel ízület kímélő hatása van, így nem arra törekszünk, hogy csak az egészségesek tudjanak pilateszezni. Tehát nagyon jó arra, hogy egyensúlyba hozza a szervezetünket.
Az órákon milyen eszközöket használtok? Itt körülöttünk is látható néhány. Igen, van gumiszalag, karika, pilates gyűrű, illetve hengerek. Fitball és softball labdába is ki szoktuk egészíteni az órákat. A legnehezebb szerintem az, gondolom attól is, az miatt is ugye elég rohanó világban élünk, hogy 50 percig befele figyeljünk, lelassuljunk és összpontosítsunk. Az szokott a legnehezebb lenni, hogy magunkra odafigyeljünk. Tehát nem is a kivitelezés része, hanem inkább ugye a lelki meg a szellemi. Így van, ezért is mondta nekem egy nagyon kedves pilates oktató, hogy a pilatesre fejben kell megérni. Műsorunk végén kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, egészségügyi magazinunkkal legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk, addig is a viszontlátásra!